A legutóbbi NBA 3-as forduló után 18 futballista és két edző nem a megszokott pihenővel töltötte a hétvégét, hanem a meccseket követően azonnal Tata felé vette az irányt, ott találkozott ugyanis az amatőr Európa-bajnokság csehországi elitkörére készülő keleti régió válogatott. A nagyeseri Feckó Tamás és a nyírbátori Fogarasi Zoltán által irányított nemzeti együttes a hazai selejtezőkön vívta ki a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje Csehországban. Valahol a hagyomány kötelezett bennünket, hiszen két évvel ezelőtt az akkori magyar amatőr labdarúgó válogatott, aki a Duna csoportra épült, ők kint voltak Csehországban a döntőn is, ahol elég jól szerepeltek, úgyhogy mi úgy vágtunk neki ugye tavaly ennek a sorozatnak, hogy Magyarországon már négyszer játszott ugye a régió válogatott, a Tisza csoport válogatottja döntőt, egyszer sem sikerült megnyerni, úgy mentünk most neki, hogy mindenképpen szeretné megnyerni, már annál is inkább, hiszen ebben a lebonyolítás ez az volt az utolsó. Tehát innentől kezdve ugye az NBA 3 is átalakul, ezért valószínűleg a megyékre lesz leosztva az amatőr szint, és onnan fognak kikerülni a megyei vagy amatőr válogatottak. Úgyhogy azzal a cél indult neki, hogy mindenképpen szeretnénk kijutni az elit selejtezőbe is, és hát természetesen onnan is szeretnénk tovább jutni a döntőbe, mert a helyszín még azért nem ismert, hiszen a 8 csoport van, és a 8 továbbjutó csapat közül lesz majd kiválasztva az a helyszín, ahova az adott csapat tartozik, az az ország. A hármas számú csoportban a magyarok, a csehországi Zlin, Nyugat-Közép-Skócia és Württemberg tartományi válogatott ellen lépnek pályára. A cseh válogatott, a skót válogatott és a német válogatott. A cseh és a német válogatott annyit kell tudni, hogy ők két éve is döntőztek. Nagyon-nagyon erős nagy játékerőt képviselnek. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Talán a három riválisunkból a cseh válogatott emelkedik ki leginkább. Úgy is beszéltük a Tamással, hogy talán az első meccsünk az egyben be is fog illeni a csoport döntőnek, amint szeretnék eredményesen szerepelni. Skótokat nem ismerjük annyira, vannak információk, persze csak statisztika alapján. Látni nem láttuk még őket, a cseh válogatottról van már felvételünk, a német válogatottról is. Egy kicsit sötétlő a skót csapat, de én úgy gondolom a skót futballt nem kell senkinek bemutatni. Ha tartományi válogatottról van szó, ha profiról, ha amatőrről, úgy gondolom, hogy ők minden szinten egy nagyon küzdős, rakkolós focit játszanak, amire fel kell készülni nekünk is. A 18 futballista közül 13 a Tisza csoportban szerepel, a legnagyobb létszámmal pedig a nyírbátoriak képviseltetik magukat a keretben. Egy kicsit hazabeszélek, hiszen Nyírbátorból delegáljuk a legtöbb játékost, szám szerint hetet, de úgy gondolom, hogy a csapatnak az összetétele azért van olyan erős, hogy ne emeljek ki senkit külön-külön, akik 20 emberei lehetnek majd ennek a tornának. Biztos vagyok abban, hogy akik nem a Tisza csoportból jönnek játékosok, ők is felkészülten fognak érkezni, és hozzá tudnak tenni majd a csapatjátékhoz. Meg kell mondjam, hogy ők viszont majdnem, hogy alapembereknek számítanak még. Nem csak a csapatunkban, hanem a mi csapatunkban is. Bár azt mondom, hogy 18 fővel utazunk, a 18 főből bárki bekerülhet a csapatba. Hozzáteszem, hogy ilyen sorozatterhelésről van szó, tehát itt egy játékos nem játszott le három mérkőzés, hiszen ez fizikálisan sem lehetséges. Úgyhogy próbáltuk olyan összetételbe rakni a válogatottat, hogy itt posztonként is akár legyen két-két emberünk, így tudjuk csereberélni őket abban az esetben, hogyha fáradtságot érzünk. A magyar csapat szerdán a csehek, pénteken a skótok, vasárnap pedig a németek ellen lép pályára.